Sziasztok, én Csenge vagyok, és itt vagyunk a Rex Story Chains második részével. És az előző részt ott hagytuk abban, hogy bűzögettünk, illetve a Simu már kezdett nagyon éhes lenni, szóval szerintem csináljunk valami, ami legyen hotdog, és lehetőleg ne spoil legyen. Mert én nem tudom, mi csinálok vele talán, ha rossz minőségű lesz. De reménykedjünk benne, hogy nem lesz rossz minőségű. És egyébként akartam felvenni SSO kalandokat. Jó, normál. Na, nem akarsz enni belőle? És fel is vettem meg minden, éppen véldélben voltam. De mi történik, mi nem? Elmegy az áram, a felvétel használhatatlan. Így persze, hogy kimaradtok a főküldi egy jó nagy részéből. Szóval, ja, király. Nagyon boldog vagyok, örülök, virulok. Meg minden. Ezzel a békával már lassan viszont kezdhetnénk valamit. Ezt meg azért egyelőre még elrakom. És mi lenne, ha megállítanánk az időt, és egy kicsit itt kutatgatnánk. Mondjuk ezt itt kiszedhetnéd. Meg most így a két rész között csak annyi, hogy aludtam vele, meg eljöttem ide, és WC-re elküldtem. Jó, így szépen lassan egyes módban neki is láthat a munkájának, amit itt én szépen kiadok neki. Jó. Váhó. Jó, majd ide eljövünk, hogyha 10-es lesz a handiness skillünk. Ja. Franc. Ezt nem tudjuk leszedni. És gondolom én ezt sem. Viszont itt foghatnánk békát. Előtte meg még ezt itt kiszedhetnénk. Jó. Gyors, nézzünk még itt is körbe. Azt hittem. Jó. Jó, még ide is átjöhetnénk erre az oldalra. És miért forog ilyen gyorsan? Jó. Viszont akkor pörgessünk bele egy kicsit az időbe. És nézzük Maját, amint éppen itt tevékenykedik. Ó. Jéééé. Mindegy, adjuk el ezt. Mennyi pénz? Maja, gazdagok leszünk. Na, ezért jó a gyűjtögetés. Ezeket is itt adjuk, vagy... Nem tudom, mit csinál vele. Aha. Értem. Ha, citrom. Szedd le. Hát van. Hú. Nézzünk körül, hogy van-e itt valami áldozat.
De ahogy látom, nincs. Viszont szerintem menjünk haza. Hogy vegyünk egy hűtőt és gyorsan belerakjuk a kaját. Mielőtt még megromlana. És reméljük nem fog megromlani, mire hazaérünk. Mert az elég rossz lenne. És kezdek fázni. És megint elfelejtettem megnézni, hogy mikor is kezdtem el felvenni a videót. Na mindegy. Jó, na. Egyébként majd ezt a pozitív challenge-ot is ebben a részben szeretném megcsinálni, vagy legalábbis így elkezdeni. Egyelőre megveszük ezt a gagyibát, mondjuk. Egyelőre jó lesz ilyen fehérben. Bici van a közelben, vagy mintha egy pottyantust láttam volna. Ágyat nem fogok venni, mert az a pad nekünk még egyelőre tökéletes. Ez alkalomra. Viszont akkor... azt mondom, hogy vegyünk valamilyen hangszert. Jó. Maradjunk a hegedűnél. Tessék. Jó, itt nincs semmi. Tökéletes. Még 2 órán keresztül. Ups, ezt nem így akartam. Ilyenkor erre nem jár senki, vagy? Hát csak ennyire vak volnék, jó, ezt leszedhetnél. Meg ezt is. Jó, mondd, de hogy nem. Friendly. Már megint bőzölgünk. Mit csinálsz, te lány? Ezt, ó, 100. Hogy került hozzád egy hal? Jó, viszont álljon meg ez a nagy tömeg, és mondjuk kezdjünk el veled beszélgetni, vagy ne is veled mondjuk, te tini vagy, hanem veled. Te meg felnőtt. Mi meg fiatal felnőttek vagy. Na várunk most, gyorsan meg kell nézzem. Jó. Na jó, maradok a hosszú életkornál. De ez csak... ha úgy veszem, akkor a ti érdeketekben. Mi van, nem mersz közelebb jönni, mert ennyire büdösek vagyunk? Get now. Egy pár interakciót kiadunk. Family Ortland. Ortren, vagy mindegy, romantikus. Hova mész, hova mész, hova mész? Már el is ment, nem, még itt van. Mindegy, hagyjuk. Hagyjuk. Jó, nem mondó vagyok, hogy szedd le. Utána. Pedig még egy kicsit horgászhatnánk. Nem.
csak szimplán. Gyere horgászni, ezt eladjuk. Ezeket tovább tenyésztjük. Van 3 darab, egyet eladunk. Jó. És fishing skill level 4-es lett, és fogtunk egy nem tudom milyen halat, egy sima aranyhalat. Jó. De milyen ügyes vagy, Maja? Majdnem nem tudom minek hívtam. De az előbb, mintha láttam volna WC-t valahol egyébként, vagy csak tényleg ennyire vak volnék. Valószínű. Mert sehol nem látom most. Jó, mindegy, akkor viszont visszatérünk ide. És hát, ha bepisil, akkor inkább jöjjön egy csap, hogy meg tudjon idegesen fürdeni. Csak 120-ba kerül. BC, ez mennyivel? Pottyantós. Vagy pottyantós? Ez gyerekváltozat. Hát kanapét nem tudunk venni, jó mindegy. Akkor gyere használd. Utána meg egy párszor mos kezed. De gusta vagy. Lehetőleg most egy párszor kezet. Úgy bűzlöksz, mint egy, nem tudom, izzad bivaj. Ezt már én tudok egyszerre több dolgot is csinálni. Egyszerre megcsinál, vagy 4-5-5. Viszont aztán még elkezdhetnénk mondjuk gyakorolni. Egy kicsit violint, aztán... Ha jól látom, akkor még nem... rohadt meg. Ó, még tök sokáig jó. Akkor utána majd lehetne. Hát ez borzalmas. Most már tényleg hajléktalanok vagyunk. Ezt most már kijelenthetjük. Jó, gyorsítsuk fel az időt. Szerencsére itt hipergyors tud lenni. És hamar fogjuk rá, hogy hamar feltöltődik az energiája. És most átült a másik oldalra aludni. Jól van, Maja, jól van. Te tudod. Viszont, hogyha kipihented magad, akkor gyere, egyél valamit, utána elmehetnél. Viccére, csak előbb dugítsd ki. És mondom, egyél valamit.
Na végre. Utána megint a gyakorolhatnál. Ezeket megint szaporítjuk. Jó. Lehet, hogy csak a következő része marad majd ez a pozitív challenge. De majd ezt mindenféleképpen meg szeretném csinálni. Hát, csak igen, nem lesz rá ide. Kuka, na végre. Gyerünk Maja, fejlődj gyorsan. Miért energizált? Várjunk. Állítsunk be tulajdonságokat a háznak. Legyen. Nem kell, mondjuk ez, meg Great Acoustic. Jó, mi remélhetőleg inspirált állapotba tudjuk hozni leányzókat, zónokat pontosabban. Jó. Gyerünk Maja, fejlődj! Fejlődj minél gyorsabban, fejlődsz annál több pénzt fogunk majd keresni az utcán. Fogjuk rá, hogy jól vagy. Na még pár órát. Inkább hagyd abba. És keressünk egy áldozatot. Hé, visszajöttél. Katrina. Visszagyűjt hozzánk. Nem. Ezt előre megmondom neked, hogy én nem. És 18 perce megy. És beugrott a Steam. Köszönjük, Steam. Ez most tényleg nagyon fontos volt. Jó. Na. A hippi vissza. Törpe. Oké. Okay. Értem. Szóval művész vagy mi ez? Forró fejű. Kétszer mondta azt, hogy vrusi, vagy nem tudom mi. De azt... Jó, ne, hogy magadhoz áthívd. Megörültél. Vele csak beszélgetünk. Csináljatok képet. Nem. Kérdezd meg a napjáról. Na
nem akarom, hogy beköltözzön hozzánk. Viszont azt mondhatnád neki, hogy goodbye. És utána visszamehetnél még gyakorolni. A kis hegedűdet, és úgy érzem, megromlott a kaja. Nem baj, legalább van hűtőnk. Amiből tudunk kaját szerezni. Gyerünk majd a tojjad neki. Menni fog. Uhú. Csak szépen. Karizma. Mondja, nem sokára kettesen van. Fishing 4-es és violin 3. És félnél több. Jó, most pedig gyakorolj. Gondoszak. Egyébként remélem, hogy fognak majd pénzt adni. Mert ha jól emlékszem, akkor régebben adtak pénzt, most nem tudom. Nem emlékszem már. És a 4-es lett, ez az. Ügyes vagy, Maja. Jó, majd utána. Sajnos tudom, hogy nem a legjobb, hogy ennyire szaggatok, de sajnos nem tudok mit csinálni vele. Jó, még meg szeretném várni, míg megfejlődnöm, viszont az lehetetlen. Hogy ki is bírja. Kicsit gyorsítsunk fel. Párszor moshatná a kezet. Na már is, hogy fölment már. Jó van itt a hűtőd. Egy ilyen hement szendvicset utána visszamehetsz még aludni. Jó. Ups. Nem direkt volt. Na, megetted már. Ezt oda kidobjuk. Most esett le, hogy 2 órán keresztül zenét kéne hallgatnia. Mondjuk, ha elmegyünk a parba, akkor ez megoldható. Energizált lett.
Jó, na. Azt is szed le. Ezt ást ki. Ezt is leszedhetné. Meg ezt. Ó, eper. Az jó kajának. Talált egy limestone-t. Szeretjük a krisztániumot, vagy mi ez? Időkapszula. Na, mondom, szedd le. Jé, ezt itt nem is láttam. Igazán nem kellett volna, kedves bácsi. Répa. Jó. Nem, shit, Katrina. Shit. Jó. Na. Platinum. Ez béna béka. Ez meg csak 20-at ér. Platinum. Na, menni fogunk egy ágyat. Na jó, a többit ne szedlem el azért. Ezt már egy kicsit csalásnak érzem. Hogy nem abból élünk meg, amit eredetileg akartam. De akkor visszajöhetnél ide. Szedd el. Go here. Jó. Utolsó répa. Úgyis csak 30-at ad. De elég, ne. Ah. Ez a nő megállíthatatlan. Paradicsom, de régen nem láttam már a játékban paradicsomot. Stoj. Itthon vagy már? Na. Come on, come on. Jó. Építőjünk. Kicsit retkes. Milyen ágyacskánk legyen? Energy 5. Ez is 5. Akkor ilyet fogunk venni. Hogy én eddig miért nem vettem ilyen ágyat? Na, építsünk ide valami kis kuckót. Kicsit rakjuk odébb. Na.
végre megfogta. Mennyi? Jó, 3x3-as szoba bőven elég. Jó. Nem telte ki. Majd legközelebb. Takarítsd ki. Használd. Aztán még ehetnél cheese crackers-et. Jó, tisztad úgy már. Na, elég. Jó, viszont szerintem, hogyha elkezdett kelni, akkor lassan itt lesz a vége a résznek. És akkor szerintem, hát köszönöm, hogy itt voltatok, és nyomjatok egy hatalmas lájkot, ha tetszett a videó. Ne felejtsetek el feliratkozni, és írjatok kommentet. Én Csenge voltam, és találkozunk a következő részen. Sziasztok!